Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a 22. Országos Környezetvédelmi Találkozón és Díjátadó Gálán. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és ismét együtt ünnepelhetjük a Környezetvédelmiért díj kitüntetettjeit. Bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan egy jó hangulatú, kellemes estét tölthetünk el kiváló társaságban. Az este folyamán lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére a régi partnerekkel és a kapcsolatépítésre a potenciális újakkal. Javaslom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Nagy megtiszteltetés, hogy a találkozójuk alkalmából az ENSZ közgyűlésének elnökeként köszönthetem Önöket New Yorkból. Gratulálok a Környezetvédelmiért díj idei nyerteseinek, akik tettekkel bizonyították, hogy lehetséges és érdemes egy fenntartható világ megteremtésén munkálkodni. Most pedig következzék az est várva várt eseménye, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által 2001-ben alapított a Környezetvédelmiért díjak átadása. A vállalkozói kategóriában, tekintve a jelöltek nagy számát és a magas színvonalú pályamunkát is, az idén megosztva két cégnek is odaítélte a szövetség elnöksége. A 2022. évi Környezetvédelmiért díj vállalkozói kategóriának a nyertese megosztva a Corn Oil Press Kft. A termelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható gazdálkodásra és szemléletformálásra, többek között permakultúrás kertészet, miavaki erdő, méhlegelő létrehozásával és ezeknek ismeretterjesztéssel, oktatással egybekötött bemutatásával. Ezt nem lehet egyedül csinálni, én állok itt. Sok-sok kolléga dolgozik ezen, akik hisznek abban, amiben én hiszek, és amiben remélem itt mindannyian hiszünk. A 2022. évi Környezetvédelmiért díj vállalkozói kategóriájának másik nyertese a Saint-Gobain Hungary Kft. A díjat átveszik Karafa László fenntarthatósági vezető. A globális széndioxid kibocsátás csak nem 40%-a az építőipar tevékenységéből ered. A kibocsátás csökkentés érdekében a cég folyamatosan fejleszti technológiáit és termékeit, hozzájárulva ezzel az épületek energiahatékonyságának növeléséhez, a karbonintenzív nehéz építőanyagok kiváltásához. Tényleg igazán megtisztelő egy ilyen rangos plénum előtt átvenni ezt a több mint 20 éves múltra visszatekintő szakmai elismerést, és abszolút megerősít minket abban, hogy jó úton járunk azzal, amit teszünk, és továbbra is ez irányba szeretnénk tevékenykedni. A 2022. évi Környezetvédelmiért díj ifjúsági kategóriában az eddigi rekordszámú pályázat közül idén Gubó Eduárd nyerte el. Kutatási témája az intenzív szarvasmarha tartás ösztrogén kibocsátása, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. Vizsgálatai igazolták, hogy a tápanyag utánpótlás céljából kijuttatott hígtrágya az ösztrogén csoportba tartozó vegyületeket is tartalmaz. Hét évvel ezelőtt, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, senki sem gondolta a környezetemben, hogy egy globális problémába fogunk belenyúlni, vagy állunk majd szembe. Úgy gondolom, hogy ezzel a díjjal most már még nagyobb befolyással, még nagyobb ösztönző erővel lehetek a kollégákra, illetve a csapattársakra. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Az elnökség által legkiemelkedőbbnek gondolt startup vállalkozást egy elismerő oklevélben részesíti. Ezt az elismerést a szövetség a Respray Kft. Számára adományozza. A dezodorok újratölthetőségére kifejlesztett Respray innováció része egy a sűrített levegő használatát lehetővé tevő szelep és szórófej technológia, valamint egy erre épülő saját fejlesztésű újratöltő automata, amellyel a kiürült palackokat az üzletben a vásárló maga is újratöltheti.
ugye az oklevélre 2022 van írva, az az igazság, hogy mi 2023-ban kerültünk ki a piacra, és borzasztóan jól esik nekünk, hogy a útunknak ilyen, tényleg az legelején már ekkora elismerésben lehet részünk. A 2022. évi környezetvédelmi díjat egyéni kategóriában dr. Csepregi István környezetvédelmi szakjogásznak adományozza szövetségünk. Humánökológusként, környezetvédelmi szakjogászként, jogalkotóként, jogalkalmazóként, egyetemi oktatóként és ismeretterjesztőként több mint 30 éve tevékenykedik a természeti és környezeti értékek megóvása érdekében. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelem, természetvédelem kapcsán a tisztességes munkának van 4+1 alaptétele. Az egyik a hit, a másik az alázat, a harmadik a tisztelet, a negyedik a hűség. És bár jogász vagyok és számolni nem tudom, elmondom az ötödiket is, ez az ötödik pedig az, hogy a tettek sokkal fontosabbak, mint a szavak, és a tettek minősítik az embert. Köszönöm szépen! Miért leszek újra szerelmes, miért mindig felé? Hogy én nem értem, miért nem érti, hogy én nem értem, ő nem érti, hogy én nem értem meg. Az egyik célkitűzésünk az, hogy a körforgásos gazdaságban minden jobban bekapcsolódjunk, és ez nagyon-nagyon fontosak azok a kapcsolatok, amik például egy ilyen rendezvényen tudnak kötetni. Sokan jöttek gratulálni, ami mindig elindít egy beszélgetést. Hál' Istennek sok visszaigazolást is kaptunk az invitálásra a permakertünkbe. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a díjra, én legalábbis büszke vagyok a csapatomra, és köszönöm ezúton is nekik. Egyedül indult ez az egész kutatás, egyedül kezdtem neki az ösztrogén hatású anyagok vizsgálatának. Szerencsére most már egy kisebb kutatócsoport van mögöttem, és úgy gondolom, hogy inspirálóan fogok majd hatni a kollégákra. A környezettudatosságot azt könnyűvé tegyük az üzletfeleinknek, vásárlóinknak. Magyarországon kívülre is elvigyük ezt a technológiát, és minél több brandet tudjunk integrálni, hogy minél több embernek legyen lehetősége az újra tölthető dezodor. Önmagamnak a legfontosabb munka az a természetvédelmi törvénynek a megalkotása volt 96-ban, vagy amit mondhatnék a kollégáimmal együtt, a 2000-es hulladékgazdálkodási törvény, a tavalyi évi díjazott Markó Csabával is többek között együtt dolgoztunk ebben a munkában. Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.